Többnapos rendezvény sorozattal ünnepli az államalapító Szent István napját Székelyudvarhely augusztus 17-e és 20-a között. Idén kulturálisabb jelleget kap az ünnep, mondta el Farkas György városmenedzser. Kerekes Csilla polgármesteri kabinet munkatársa pedig közölte, egy nagyszabásúra tervezték az ünnepet, melyen részt vesznek Székelyudvarhely külföldi testvértelepülései is. Ami a kínálatot illeti, a következőkből válogathatunk. Szombaton délelőtt futballkupák lesznek, 10 órakor toborzót tart az udvarhelyszéki fúvószenekar, ezt követően különböző gyermekprogramok lesznek a belvárosban, majd 16 órától a tatabányai Bárdos Lajos vegyeskar és az Ellabrévi vegyeskar kórus hangversenye veszi kezdetét. 17 órától a Boróka áll színpadra, fél óra múlva pedig már a Váci Néptánc együttes előadását lehet megtekinteni, ugyancsak a Városháza téren. 20 órától színpadra áll a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, őket a magyarországi Nox énekesnője követi. Péter Szabó Szilvia után Palomita Show szórakoztatja a közönséget. Vasárnap délelőtt a Szent Miklós hegyi plébánia templomban kórus hangverseny lesz, majd a Városháza téren különböző gyermekműsorokat adnak elő. A nap további részében a kulturális műsor lesz terítéken, fellép a Kodex régi zene együttes, majd 18 órától a Gyémánt arany és ezüst lakodalmasok köszöntésére kerül sor a Városháza Szent István termében. Szintén vasárnap operett slágereket énekel majd a Sepsiszentgyörgyi Melodika ének együttes, 20 órától fellép a Váci Néptánc együttes. 21 órai kezdettel pedig a Háromszék tánc együttes áll színpadra. Fél 11-től a Nemez szórakoztatja az egybegyűlteket. Szintén a rendezvény részeként két kiállítás is megnyílik, mondta el Miklós Zoltán múzeum igazgató. Az idei rendezvény sorozatban a múzeum mellett a város más kulturális intézményei is bekapcsolódtak. A művelődési ház és a városi könyvtár is a témához illő programot kínál az érdeklődőknek. A rendezvény utolsó napján kedden 20 óra 30 perctől kerül sor a város kulcsának átadására, ez a mozdanat is immár hagyományos a Szent István napokon. De a záró tűzijáték sem marad el, tudatták a szervezők. A rendezvény minden napján kézműves kiállítók kínálják majd portékáikat, mesterségbemutatókra is sor kerül, mondta el Tifán Irénke, az Udvarhelyszéki Népművészek Egyesületének elnöke. Az idei Szent István napok részletes programja megtalálható a városháza.ro honlapon. Az idén az elmúlt évekhez hasonlóan próbáltuk a történelem szellemében megszervezni ezt a rendezvényt. Elsősorban a hagyományokra, a népi hagyományokra, a kultúrára próbáltuk rászervezni ezt a rendezvény sorozatot.